Tudományos és fantasztikus élményekre vágysz. Akkor be az öveket és nyújt be hozzák a Parallaxisba. Üdvözlünk a Parallaxis univerzumban! Figyelem! A műsorban spoilerek bukkanhatnak fel. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Az MD Media bemutatja. Peter Falk, Szabó Gyula, Bemutatjuk a Callumbo című podcast sorozat következő részét. Csak még egy kérdés. A Parallaxis Univerzum ballonkabátos podcastja. Nagyon sok szeretettel köszöntök mindenkit, ez itt a Csak még egy kérdés, a Parallaxis és Retroverzum Kalambó podcastjének harmadik adása, a mikrofonnál Horváth Ádám Tamás. A mai epizódban egy írópáros tehetséges tagja bejelenti partnerének, hogy szólóban akarja folytatni, így az megöli, ám ez még csak a kezdet. A nyomozásban ezúttal is segítségemre lesz Kubatovics Áron, szia Áron! Sziasztok, és üdvözlöm a hallgatókat! És Gizur Gergő, szia Gergő! Szia, szia mindenkinek! Szóval Ken Franklin, egy krimi író páros egyik tagja, ám partnere Jim Ferris bejelenti, hogy szólóban akarja folytatni. Ezzel kiderülne, hogy valójában Ferris az, aki kettejük közül a tényleges írást végzi, és a fényűző éles stílust folytató Franklin így pénzforrás nélkül maradna. Franklin azt a látszatot kelti, hogy Ferris gengszerek után nyomozott, majd elhívja a vidéki nyaralójába. Rábeszéli, hogy hívja fel a feleségét, és mondja azt, hogy az irodájában van, és a telefonhívás közben agyonlövi társát. Ám egy vegyesból tulajdonos nője látta Ferris Franklin autójában, és megzsarolja a gyilkost. Szeretnék igazságot tenni a gyilkossal kapcsolatban, mert ugye te is azt mondtad, hogy ő nem csinál nem, bocs, te nem azt, hogy nem csinál semmit, csak azt, hogy ő nem ír, de elhangzik a filmben, hogy ő viszi a ő viszi a marketinget, ő tartja a kapcsolatot a sajtósokkal, a PR, a filmesekkel, az is komoly munka. Az egy dolog, hogy az ő életstílusa miatt muszáj rengeteg pénzhez jutnia. Ha belegondoltok, és ez konkrétan ugye el is hangzik, mert például hogy ez a Lili Le Szenke, aki ugye látta, hogy ugye a vegyes volt tulajdonos, ő például azt is hiszi, hogy ő az író. Tehát, hogy a közvélemény róla győződve, hogy Ken Franklin benne van ezekben a regényekben, mint író, és ezt ő így is adja el magát. Ez egy kemény munka marketingesként és pr De ő nem dolgozni. ezt mondja, hogy marketinges, hanem azt mondja, hogy ő író. Tehát, hogy ez úgy néz ki, ugye a fotón ott van az elején, ugye rögtön az elején a Newsweek-es tudsz, hogy a, a sikeres író páros, nem azt mondják, hogy a sikeres író és sidekick ki -ja, aki intézi neki a cuccokat. És hát ugye interjút is ad, amiben elmondja, hogy akkor, ha barátommal együtt eltemetem ezt a Miss Marple kopintást. Mert hogy nélküle nem akarok már Írni. És egyébként maga milyen csinos, mondta ezt a riporternőnek. Természetesen. szerintem neki mindenki csinos volt, ha, ha más nem azért, mert érdeke fűződött hozzá, vagy mert szimplán, mert. <gül> <gül> Igen. A, nektek hogy tetszett ez az adás? Vagy adás? Rész. Ugye egy szoktuk mindig ezre rámenni, ugye, hogy most, most, már végre első évad első rész, tehát most már nem, nem, nulla, nem béta, nem bevezető, ez most első évad első rész, ugye 1971. szeptember 15-én ment az USA-ban, nálunk 1976. március 6-án mutatták be, és Steven Spielberg rendezte a filmet. TV -ben mutatták be nálunk, vagy moziban? Igen, nem, ez már tévé, ez már tévé. És Steven Spielberg rendezte egyébként. Én ezzel ledöbbentem, én ezt nem tudtam előre. Ezen én is, én, én, ott áll, én, én is ott, ott azonnal megállítottam, és így mondtam, hogy most ezt elolvastam vagy félolvastam. Ez fura volt, viszont, mint tudjuk, ugye, mint szinkronfelelős, ugye ehhez viszont biztos, hogy két szinkron készült és mi a második szinkront hallottuk, amit a Velkám és a TV2 megbízásából a Videobox készített, valamikor a 90-es években, nem tudjuk pontosan, hogy mikor. Az eredeti szinkront az 76-ban csinálták, és ezért két szinkron létezik hozzá, különféle hangokkal, kivéve persze Szabó Gyula merő, mind a két verzióban volt. Az eredetiből én se, nem találtam semmit, de kicsit robogjunk végig a hangokon, mert érdekes, hogy... 78 30 év alatt, hogy változtak a történetek. Ken Franklin, ugye a mi gyilkosunk, Jack Cassidy alakítja őt egyébként, ami azért érdekes nekem, mert ő három epizódban is szerepel Kalambóban, tehát ő még fog szerepelni. És Jack Cassidy ről mondjuk el azt, hogy ő nagyon fiatalon halt meg, ahogy említetted, 49 évesen, és ez úgy történt, hogy otthon elaludt beviszkizve a kanapéján, és fölgyulladt a kanapéja. Ez szinte még egyébként illik is a karakteréhez, akit itt alakít, állítom De ez egy, ez egy jó színész. Emi díjai vannak meg, mindenféle Broadway, meg Off-Broadway, szóval ez egy jó színész volt egyébként. Egyébként nekem tetszett a játéka, mert, mert, mert ritka jól alakított ezt a számító figurát. És nagyon híres gyerekei is lettek. ez a. Én, én nem ismertem őket, vagy hát szóval így... Tehát nem vagyok ennyire benne az amerikai popkultúrában, de a, ezek a Cassidy testvérek, Patrick Cassidy, Shane Cassidy, meg ezek ők ilyen zenészek, tévéfilmesek, ilyesmiket adotta az amerikai popkultúrának. Ez egy híres család. Őt eredetileg Mécs Károly szinkronizálta, míg amit mi hallottunk a TV2-es kiadásban, a Juhász Játszint volt a hangja. Jim vagy James Ferris. Az az írótárs, akit megöltek az elején, igen. Akit megöltek. Ő az eredetiben Szersény Gyula, szinkronizálta, míg a második kiadásban Koroknai Géza adta a hangját hozzá. Az ő feleségé, Joanna, Joanna Feriszt az eredeti szinkronban Halász Judit szinkronizálta, míg a, a második ö, verzióban, vagy második magyar változatban Garamirita. Lili Löszenke ugye a, a vegyesból tulajdonos, aki egyébként egyben kennek egyfajta rajongója, megszállottja ő a második áldozat, őt az eredeti szinkronban Pálos Zsuzsa, imádom, Pálos szinkronizálta, míg az általunk hallottban is mert ment, hogy egy kis Mari adta a hangját hozzá. Úgyhogy ők a főszereplők. Mondom, ez nekem nagyon érdekes, hogy, hogy, itt megtaláltam azt, hogy kétfajta szinkron van, de mondom, sajnos az eredetiből semmit nem találtam. Viszont itt Ádám, neked ebben a részben kicsit kedveztek, mert te panaszkodtál a korábbiakra, hogy túl hosszú. És ez igaz, mert az, az előző rész például az 1 óra 35 perces volt, ez az 1 óra 15. És ebből még lesz. Tehát, hogy a, a kalambónál úgy látszik, kicsit törekedtek, hát meghallottak téged, nem tudom visszafele, tehát, hogy törekedtek arra, hogy egy kicsit rövidebb részek. Lesz még egy másfél órás rész, több is, de de lesz már ilyen 1 óra, 1, 1 óra 15 perces rész is egyébként. Tehát nincs kalambónak konstans hosszúsága, legalábbis így, ahogy én láttam, Míg a mai sorozatnál ez szinte elvárás. Kanyarodjunk vissza még oda, ahonnan itt a gondolatban, hogy Steven Spielberg rendezte, ezt a, ez a végén derül ki, mondom, ahogy erről beszéltünk, én meglepődtem a végén, hogy micsoda, Steve, ez az a Steven Spielberg, vagy egy névrokon? Megnéztem, ez az, és én azért ennyire nem voltam képbe Steven Spielberg korai dolgaival szól, hogy ő rendezett tévéfilmeket, gondolom ez gyakorlásként, meg akkor fiatal hollywoodi ö, iparosként elkezdett dolgozni, ugye előtte néhány rövid filme volt, és ez után készítette el a The Duel című filmjét. Emlékeztek rá, amikor kamionok ö, egymással szemben mentek a sivatagban, és nem, ez egy nagyon híres film, volt annak idején, és ez a, a, The Jewel című film volt az, ami utána meghozta neki, tehát kinyitotta a Hollywood kapuit. És előtte rendezte ezt a Kalambó részt. Szóval, hogy úgy képzeljük el, hogy Kalambó, The Jewel, majd utána a cápa. Tehát így, 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 haladt föl Steven Spielberg karrierje. Ez a, ez a Párbaj című film lesz, akkor szó szerint fordították az eredeti címet. 71-es. Így van, így van, így van. Szóval, hogy vagy hozta magával az operatőrét, ennek nem néztem után, de hát tök izgamos beltesek voltak, videféle szögekből, meg az elején közel a kamerához a sziluettje, mondjuk a, a gyilkosnak, és a háttérbe szeszmötől a kalámból, meg szóval tele volt ilyen, ilyen érdekes operatőri megoldásokkal, szóval nem volt ez rosszul rendezve. De ha már ezt említette, az operatőri megoldásokat egyébként, itt, itt is volt egy vicces dolog, mert kicsit visszanyúltak a, a, a mínusz egyedik részre. A könyv címe. Az, az, az is, de már az az öngyújtós történt, ugye amikor ugye ott hagyja az öngyújtóját kamuból, hogy majd visszamehessen ugye az irodába, és akkor ugye szétdúrja az irodát, hogy itt most akkor balhé volt, és rá, mutatta, rá közelít a kamera az öngyújtóra, amire elvileg visszament, hogy hát itt hagytad hülye gyerek, mint az első, a minusz egyedik részben a kesztyű esetében a telefonkagylón. És itt is ugyanaz a sztori van, hogy a egyszer csak oda nyúl a kéz, és elviszi az öngyújtót. Tehát én valahogy éreztem egy, egy áthallást a mínusz egyedik részre, és a másik ír, Ádám, amit te mondasz, hogy a könyv, amit ugye a löszenkének átad, az gyilkosság receptre az a címe, és az igazából az, az, az a mínusz egyedik Kálán Borisnek a címe. Azt hittük, hogy egyébként megismétlődik az, ami az előző részekben, hogy nagyon gyorsan megtörténik a gyilkosság, mert gyakorlatilag a harmadik percben megint előkerül egy fegyver, amikor ugye Ken Franklin, ugye a Jimet ott hát megpróbál vicceskedve ráijeszteni, vagy nem is tudom, hogy azt hogyan tudnám leírni azt a jelenetet leginkább. És egyébként nagyon jó már hirtelen én is fölkaptam a fejem, hogy hú, hát megint megtörténik, hát nem igaz, hogy nem kapjuk meg soha a kifejtésünket. Ott van a fegyver a kezében, most lövi le, mert pont erről beszéltünk, hogy a Kalambónál meg fogjuk ismerni a, a, az előzményeket, de mondom, a kapású megint nem fog menni, hiába csattogott az írógép egy picit, meg tudtuk, hogy ők író Aztán egyébként én azt is nagyon élveztem, hogy nem csak hogy egy kis fricskát mutattak az előző részhez képest, vagy részekhez képest, hanem, hanem ráadásul, és egyetértek Áronnal, tényleg kalámbot kaptunk, ízik tehát most már azt a kalámbot kapjuk, mi, amit, amit ismerünk. Hát rögtön két gyilkosságot kapunk. Nekem a második gyilkosság az egy kicsit vártam is, aztán már nem vártam, és utána váratlan lett. Mert amikor ugye előkerült, a, ha, hogy a nő befenyít, akkor nálam úgy természetesé vált, hogy hát ez a vadbarom ez kapásból kinyírja. És aztán elhitette, elhitette mindenkivel, hogy hát, hogy a kapás lóvét az annyira oda van értem, hogy úgyse. Aztán persze mégiscsak. Mondjuk el akkor a hallgatóinak, hogy ugye ez úgy történt, hogy miután eléggé jó húzása van a, a film elejének, a, megtörténik a gyilkosság, az, az egy jó trükkösen oldja meg a, a, az írópáros gyilkos fele, de elkövet egy hibát, amikor becsábítja az autóba, és elmennek vidékre, és ahogy a beköszöntünkben Ádám már elmondta, hogy onnan fogja majd a vidéki házikóból fölhivatni a feleségét, és úgy fogja elhitetni vele, hogy ő igazából még Los Angelesben maradt, akkor közben megáll egy ilyen, hát ez nem benzinkút, ez milyen szatocsbolt, ez vegyes ez vegyesbolt. Begyes sőt, nem, nem csak, olyan, hanem fűszerbolt. Fűszerbolt, bolt, a öt igen. Igen, megállnak, és mondja az írót, párosnak, hogy figyelj, te az autóba, ne gyere. És a, ennek a hölgynek, akivel meg nagyon szívélyes a viszony, és rögtön látjuk, hogy a hölgy rajong ezért az íróért, őt pedig próbálja meggyőzni arról, hogy ne nézzen ki, és miközben kimegy vécézni a közben, vagyis nem csak vécézni, hanem telefonálni is, a közben utólag megtudjuk, hogy ez a hölgy, ez a fűszere, fűszernő, fűszeresnő, ő mégiscsak kinézett az, a, az autóba. És ugye ez azért gond, mert amikor zajlik a nyomozás, akkor az többek között az alibi, hogy ez az írópáros, akit meggyilkoltak, ő nem hagyta el Los Angeles soha. Miközben tudjuk, hogy elhagyta is, a, a tónál ölte meg a, 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 a gyilkosunk, és nem Kalambóhoz szalad ez a nő, hanem hát bezsarolja nagyon finoman, nagyon virágnyelven, én ezt egyébként bírtam, ahogy itt előadja magát, ne a, az éppen aktuális partnerrel menjen vacsorázni, hanem vele menjen el vacsorázni, és egy ilyen virágnyelven végül is megegyeztek 15 ezer dollárban, hogy ez a, ez, a, ez a zsaruló pénz. Na, és akkor ezért végül, hát nem, tehát odaadta neki 15 ezer dollárt, de hát meg kellett halnia. Beszéltük most erről a telefonhívásról, amit még akkor intézett olyan, amikor megkérte az írótársát, hogy maradjon kint. Ezt ugye Alibinek akarta használni, felhívta a Joannát, a Jim feleségét, hogy képzelt, kibékültünk, szupé minden, hogy úgy tudunk elválni, hogy nem lesz balhé. Ez, az a, ez, a, hívás majd később kulcsfontosságú lesz, hiszen amikor felhivatja Jimmel már a víkendházból, ahol lelövi Ken Jimet, hogy ugye közvetlenül, ezt ugye fel is hívja a figyelmét, hogy közvetlenül hívja fel, akkor ugye ez kiderül később, hogy történt egy telefonhívás onnan, abból a, a házból. Csak, hogy Ken okosan azt fogja, azt mondja, és szerintem ez nagyon zseniális húzás ebben, hogy hát az a hívás igazából az, az, az én felhívtam Joanát. Időben nem stimmel, de ezt ugye akkor még senki nem tudja. De tényleg volt egy hívás, és ha ezt megkérdezte volna Joanától, Kállámból, amit lehet, hogy megkérdezett, nem tudom, akkor igazolta, vagy igazolta volna, hogy tényleg felhívta őt. Nekem nagyon tetszett az a valóság és a fantázia közti határra vonatkozólag is az epizód alkotóinak volt mondani valója. És azt értem úgy, hogy ugye ez a Ken Franklin, ez úgy állt a dologhoz, hiába nem volt ő a valóságos író, de hát nyilván azért a történeteket jól ismerte, és a, a barátja nagyon éles eszét, hiszen ott a Kalámból is dicséri, hogy milyen, milyen fordulatokat, fordulatokat tud kitalálni. Amíg a, a Franklin erő, erőlteti Kalambónak is, hogy, hogy ez ilyen gangsterű és akkor itt a maffia dolog, és akkor ilyen, ilyen gyilkosság, nagyon tetszett az, ahogy bemutatták, hogy Kalambó közben két lábbal a földön állt, és ő, és ő nem nem látott bele annyit, mert nem volt erre semmiféle bizonyíték azon kívül, a papír cetlén kívül, amit ráadásul összehajtva, összehajtva volt, amiből Kalambó nyilván egy újabb kö következtetést is le tudott vonni. Vissza, visszautalva egy picit, beszéltük arra, hogy már igazi Kalambót kaptunk, és nekem, nekem nagyon tetszett egy rész még az elején, amikor már tudjuk, hogy elvileg lelőtték, de nem tudjuk, hogy meghalt még, és a rendőrség ugye kivonult az irodájába, ott volt Joanna a feleség, és megjelenik Kalambó, és mondja, hogy azért jöttem ki, mert zavaradó a Hát imádom. <hállt> Igen, hát, <ki? hállt> Tehát, hogy egyszerűen tényleg, aki állandóan, ő zavarod, hát imádom, zseniális. Én azért, én, én azért több ilyen dolgot nem értettem ebben a részben. Ha még visszatolunk egy picit a gyilkosságra, én nem értettem azt, hogy hogy ugye azt, azt kérje a, a, meggyilkolttól, hogy hívja föl az ő irodáját, tehát a hívja a 231-et, vagy valami ilyesit mondta. Igen, az előhívó számot. Vagy az én. előhívó számot, hogy úgy tűnjön, hogy ő nem San diego telefonál, hanem Los Angelesből telefonál. Miért? Valami átjátszó állomáson keresztül, tehát proxy keresztül tudott így telefonálni. Ő nem azt mondta, hogy közvetlenül hívja. Tehát az kiderült volna, hogy Joannát egy San Diego-i számról hívták föl. Tehát, hogy nem Los Angelesben gyilkolták meg neki. Az kellett, hogy úgy tűnjön, mintha a Los Angelesben gyilkolták volna meg. És ezért mondta, hogy a 231-et hívsz előhívóként, és onnan ugorjon át ugye a telefon a, a Joanna, a feleségéhez. De nekem ez így nem áll össze, a 70 években... Szerintem ez egy olyan dolog, amit nem tudunk a 70-es évek amerikai telefonrendszeréről. Nem tudjuk, és, és nekem, nekem, ez azért ez, ez fura, szerintem a 70-es években ez már egy nem volt, volt olyan is a részben, hogy, hogy ugye konkrétan úgy telefonált, hogy interurbán, tehát hogy fölhívta a központot, és a központtól kérte, hogy interurbán hívom ezt és ezt. Volt valamilyen jelenet talán. És... Hát nekem meglepő, hogy a 70-es még interurbán így kellett Amerikában telefonálni, őszintén szólva. Ugye az interurbán az azt jelenti, utána néztem, mert ezt lehet, hogy van olyan hallgatónk, aki nem tudja, hogy ez egészen pontosan mit jelent. Az interurbán kifejezés két szóból van, az inter, mint köztes, urbán, mint város, tehát városok közötti, ugye adjunk a tudománynak is. Amikor a 19. században létrejöttek a telefonközpontok, és kiépültek a városokban a telefonhálózatok, az nem jelentette azt automatikusan, hogy mondjuk Budapest, és Győr között volt kapcsolat, vagy New York és Los Angeles között. Tehát ki kellett építeni az interurbán, vagyis városok közötti telefonhálózatot is. Ezt jelentette ez a kifejezés, hogy ő most interurbán akar telefonálni, de 1970-es évek elején Amerikában. És sem a távolsági hívás, ezt mondta. Például azt sem értettem, és akkor már oda, oda jövök, amit te mondtál a dohányfüsthöz, hogy azt látjuk, hogy helyszínenek abben az irodába. De nagyon mindent. de, de, a... tehát mint a mérgezett egerek föl alá rohangálnak. Igen, szobrokat vittek, azt nem is értette meg mindent. <laughs> tehát, hogy én nem értem, szerintetek 70 években így helyszíneltek a rendőrök, miközben a téblából fölött a cigaretta, vagy mi, a, a, kalambó a szájában lóg a dohányfűs, kimegy, iszik, szóba egyedik majd utána hazamegy, és omlettet készít. A nő, a, a, nő saját konyhájába hívja meg, hogy főzök neked. Te beengedél egy ideget, hogy ott a konyhádban elkezdek? Na, szóval, hogy én sok minden nem értettem. Ebben a részben. De te például beengednél egy idegent a konyhádba csak úgy, hogy főzzön neked egy omlettet? Én nem is értem, hogy meghívom a hadnagyot, hogy ő főzzön omlettet. Miért? Nem hívad, ő hívatta meg saját magát? Ráadásul. Nekem egyébként fura volt a nő higgadsága. Azzal együtt, hogy nyilván sokat kapott, az egész, az egész telefonhívás, és hogy ez az egész megtörtént a férjével. De hát ott azért annál én jobban nyugodtabbnak láttam, ott a, pont az omlett készítés közben, mint ami szerintem indokolt lett volna, miközben nem tudod, hogy a férjed élet. Akkor még nem tudta, hogy meghalt. Őszintén szólva, jó persze, ebben már sokat beszéltünk ebben az a műsorokban, hogy mindenki máshogy reagál, de én nem, nem, hiszem azt, hogy, hogy ennyire nyugodtan lehetne viselkedni. Ez nekem is furcsa volt, mert csak is kizárólag akkor volt nagyon kiborúva, még a legelső jelen, még amikor az irodában voltak, csak akkor volt az, hogy kimegyek inni. Tehát ott egyébként ott úgy éreztem, hogy kicsit, kicsit mintha a színés, színész is, illetve a szinkron is kicsit küzden a szereppel. Tehát, hogy nem, nem, nem jött át annyira, de, de utána viszont tényleg lehiggadt, és onnantól nekem tök rendben volt, csak tényleg fura volt, hogy nagyon higgadt vagy. És nem csak ő volt higgadt, itt mindenki higgadt volt, itt a Ken is rohadtó higgadt volt végig. És ez nekem ez most nagyon fura volt itt is, hogy hát, hogy megjelenünk, és hát már kapásból azt mondja, hogy figyelj, hát biztos kinyírták, mondja a kalambónak, és tehát már kapásból nem is kezdi az, hogy hát basszus, csak x évig a barátom volt, hanem a kapásból oda tolja neki, hogy kinyírták öreg. Szerintem ez reális, mert, mert ez egy ilyen realista embernek tűnik, egy ilyen materiális embernek, és, és, szerintem inkább az lett volna álszent, ha ő is jajongani kezd. De érdekes, hogy a Kalambó eddig három, három rész készült kalámbóból, és még mindig ugyanazt a gyilkost nézzük. É, én, 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 még arra hat térek vissza, amit mondtál, én nagyon köszönöm, hogy behoztad, ugyanis mindig arról beszéltünk ideig a Kalambóknál, hogy ha valaki túl egy sok után, az a kalámbónak rögtön fel fog tűnni, és rögtön ő lesz a gyanús, tehát megérzi a, 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 kopó szimata megérzi, hogy ő vele valami nem stimmel. Én nem értettem, hogyha ennyire higga a tomlet készítés közben a, a feleség, akkor miért nem fog szagot Kalámból, és miért nem kezdi el őt nyomogatni? Mert a, bedob, mert a feleség, bedobta a csontot kapásból azzal, hogy, hogy a, a könyv, mi vagy a társ meghalt, Kent pedig nem tud könyvet írni, ezért neki a gazdag élet módjanak ebben a formában coki. Kalambó eleve rá biócázott a nőre. Tehát, hogy eleve őt vitte haza, ő volt az első, aki túl gyanús volt, csak aztán közben, ahogy Gergő is mondja, hát földobta azért a magas labdát, kiderültek a dolgok, és ez ellensúlyozta azt, hogy a nő túlságosan nyugodtan viselkedik ahhoz, mert abban a pillanatban, hogy találkozott ezzel a Franklinnel, abban a pillanatban azért nyilvánvaló, hogy a nő fele érzett, ugye mindig a férj, meg mindig a feleség a gyilkos. És itt ráadásul a nőnek, a nő irány, tehát amikor beszélt, nem is, tehát nem talált semmi indítékot arra, hogy elkövesse. Még, még, ugye Kennél talált, és később találhatott volna a nőhőről, de hát nem talált semmit, mert a nő mindig kedves volt, vagy mi normális volt, mint segítőkész volt. Vele nem volt gond, de igen. És akkor azt mondod, Ádám, hogy ugyanaz a típus, a gyilkos, hogy most már harmadikra. Szerintem igen. És ez pont egyébként a a, a nak szerintem pont az az erőssége később, hogy rengeteg féle gyilkost bemutat, vagy legalábbis nyilván ugyanazokat az archetípusokat többször, de azért jó párat láthatunk az epizódokban. Itt most már ugyanazt látjuk, állandóan azért ölnek emberek, mert ugyan gazdagnak adják ki magukat, de hát valójában nincs annyi pénzük, amennyire kiadják, amennyire kiadják. Sokkal furcsábbnak találom, hogy, hogy is egy ugyanolyan típusú gyilkost kapunk, és nagyon furcsának találom, hogy ha bár ez messze a legjobb alakítás volt ebben a kategóriában, tehát hogy szerintem ez egy, ez egy sokkal jobb gyilkos volt, vagy sokkal jobb gyilkos alakítás ugyanarra az archetipusra, mint az előzők. Látszólag a kevesebb szeresett ki a szerepéből, és ezt most nem mint színész, hanem mint maga a karakter a saját én szerepéből. inkább, a, én, én, inkább úgy tudnám fogalmazni, hogy pont az, amit te is felhoztál, hogy ez egy rövidebb epizód, ezek már tévéfilmek, nem, Filmek, hanem tévé, tévé film sorozat, és innentől kezdve, a, a sok reklámtól, mindentől összébb lehetett húzni a sztorit, nem kellett úgy elnyújtani, mint a rétes tésztát, és így a, az írók azok sokkal jobb történetet, és sokkal kidolgozottabb cselekményt tudtak írni. Nem beszélve azért arról, hogy hát azért végig csak Steven Spielberg rendezte, szóval nyilván benne volt az a tehetség, amit később a cápánál, vagy ebben a Párbaj című filmben is láttunk, és azóta is. Egyiként egyszer azért azt tegyük hozzá, hogy Ken is megzuhan, mert ugye beszéltük arról, hogy nagyon higgadt végig, de amikor megtalálja a holttestet a saját háza előtt, mert ugye a sztori arról szól, hogy hát amikor este hazaér, távol a San akkor a saját ház előtt megtalálja a holtestjét az írópáros barátjának, és ezt egy üzenetként próbálja felfogni, hogy hát ő lesz a következő, hogyha ha nem hagyja abba, amit egyébként el se kezdett a pajtás. Azt hiszi a bolond agyával, hogy egy, egy, hivatásos rendőrt, és zsarút, aki a hétköznapokban sokszor ki kell nyomoznia, és sokszor gyakorolta ezt a dolgot, azt ő, aki egyébként még csak nem is író, és világéletében jó, ha egy jó ötlete volt, Ilyen krimi ötlet, ahhoz képest azt gondolta, hogy be tudja etetni ezzel a óriási nagy badassággal, amire nem volt semmi bizonyíték. Hát nem látja, hadd nagy úr, hát nem látja! de ő véges csinálta az elején, adalék adott, a lényeg az, hogy mindent tereljen, de ő, én nem éreztem azt, hogy ő ennyire meg akarná lovagolni ezt a vonalat. Neki ez egy kapóra jött, hogy volt egy holtest, tehát ő meg kell szabadulni, én ezt egész nap ő furikázta, a csomag uh -huh. tartom, az elég perverz, mert azért, csak azért, azért, az elég kemény, tehát, hogy azért hazajöttünk Szent kicsit itt is voltunk, ott is voltunk, és akkor a végén ledobom otthon. Szerintem én ebben nem éreztem azt, hogy nagyon hülyére akarta volna menni, neki kellett egy jó hely, egy jó lehetőség, hogy megszabaduljon, és akkor épített köré egy ilyen kis sztori, de utána ő ezt ő nem vitte tovább. Csak játszotta, hogy az elején nagyon sokszor bevonta ugye ezt a Mrs. Melville nevű karaktert, ami elvileg az ő karakterük, csak hogy itt szerintem az volt, hogy ő még cicázott a kalámbóval, és ezért adta a hogy basszus, te semmit nem látsz. Mert a kalámbó rögtön ott, ugye rögtön az elején, és mondja, hogy hát én minden ötletnek örülök, mert ugye nagyon nyomi vagyok, ugye tette megint a hülyét. Ez a gyilkos ebben az esetben butább volt, mint az eddigiek, mert ő azt gondolta, hogy ha sokat, sokat mondogatja a kalámbónak, akkor a kis nyomi kalámbó az majd el fogja hinni, hogy itt majd itt gangster dolgok, hiszen a Cetlit is azért adta oda a listát, ugye az egész az epizód elején, a, 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 akit meggyilkolt, volt társának, hogy rajta legyen az új lenyomata, mondja is, Jim köz, mondja is, hogy itt a, a, maximum a mi új lenyomatunkat találhatja meg rajta. Tehát, hogy egészen le, bo, borzasztó lekezelő volt talán ebből a szempontból, és sokkal lekezelőbbnek láttam, mint mondjuk akkor, ha maradjunk ennél a például az elmúlt kettőt. És én ezt pontosan ennek tudom be, amit te most mondasz, hogy lekezelő volt vele, és oda tett neki ilyen morzsákat, mindenképpen azt akarta vele éreztetni, hogy te fúlhülye vagy, mert nem látod az evidenciákat. Én nem érzem azt, hogy rá akarta volna nagyon ültetni, csak egyszerűen be akarta alázni. Mert tök handy. Én csak mérsékereten értek veletek egyet. Én abszolút É, érzem, amit mondasz, hogy ez ugyanaz az arhetipus. Egy pszichopata, viszonylag okos, végigvitt egy, 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 tervet, ugye az első terv az tökéletes volt, majd erről beszélünk még, hogy ez tulajdonképpen kinek a terve volt, de a második, amikor már a, a nőt, a, a, aki őt megzsarolta, őt eltette láb az egy spontán cselekedet volt, nem is volt olyan jól kivitelezve, de azzal nem értek egyet például, hogy hogy, hogy, hogy Kolombó hamar átlátott rajta, ugyanis igazából Kalombo nem tudott egyetlen egy kézzel fogható bizonyítékot sem gyűjteni ellene. Nagyon nem. A, a végén tulajdonképpen, és lehet, hogy erről már érdemes beszélnünk, tulajdonképpen a lezárása, megint egy kurta furcsa lezárást kapott ez a rész, mert a, az utolsó bizonyíték, amit erről szeret az se volt egy hard evidence, egy olyan, olyan bizonyíték, ami mindenképpen megállt volna a bíróság előtt. nem volt bizonyíték. és a végül mégiscsak azt mondta, hogy a gyilkosunk, hogy jó, hát tényleg Kálembo elkapott engem, és, és, akkor, és, akkor, ezzel le van zárva a rész. Többször elhangzott az, hogy, hogy milyen, jó a, a, milyen jó a szinkron, vagy esetleg nem jó a szinkron, B, milyen jók a színészek. Én az egész film nézése alatt nagyon furcsán éreztem magamat, mert hogy nekem egyébként nem tetszett, és hiába volt jó az operatőri munka, egy jó minden jó volt benne, mégis az egész nekem nem állt össze. És aztán a végén rájöttem, hogy miért nem tetszett igazából a rész, és azt hiszem, hogy nekem a szinkron rontotta el. Mert véletlenül néhány életet láttam a meredeti hanggal, és azok sokkal jobban működtek. És uh, például az, amikor azt érezzük, vagy én legalábbis azt éreztem, hogy elképesztő hiteltelen és béna a fűszeres nőnek a játéka, a színészi játéka, az igazából nem a, a, az eredeti játéka volt rossz, hanem a szinkronja volt bődületesen rossz. És ugyanezt éreztem még más karaktereknél is. Én lehet, hogy majd, majd teszek egy halvány kísérletet arról, hogy néha nézzük meg szinkron nélkül is, hogy mi, milyenek ezek a részek. Én azt gondolom, hogy azért ezt nem szabad elfelejteni, hogy most úgy beszélünk mondjuk egy Kalambó szinkronjáról, vagy egy Csengetet Milord szinkronjáról, vagy egy csomó minden szinkronjáról, hogy ez egy ilyen legendás szinkron. Uh -huh. De azért az 1970 akárhányban, amikor az elkészült, akkor ez csak egy következő időpont volt a Panódia 4-es műtermében, amit végig kellett mondani. Én ezt így gondolom, nyilván a későbbiekben erre jobban figyelnek, meg nyilván ez, ez, ez egy, ez egy tévés sorozat volt, a, egy, egy amerikai sorozat volt a 70-es években, az egyesen nem tudom, évente két részt vagy három részt leadtak, ilyen nem tudom szombat filmként, tehát hogy én azt gondolom, hogy ez nem volt ennek akkora jelentősége mint most, ez körülbelül olyan, mint ha most egy nem tudom, egy Nickelodeonos sorozat szinkront vennénk elő 50 év múlva, és mondanánk <laughs> azt, azért, hogy... a Szabó Gyula, azért a Szabó azért a Szabó és a Kalámbó páros ez az viszont legendásan nőtte ki magát. Nem működött. Nem működött, az legendás. Elifist. Nyilván, de, nyilván de, de én most csak arra gondolok, hogy ettől még, mert egyébként működtek, és alapvetően jó szinkron kiosztások voltak, Már egyébként ahogy beindul a Kalambó vetítés itthon, és főleg a, a TV2 és a Welcome kiadó, de ez nem a, ez nem a mostani TV2 egyébként, ez hangozék el, hanem ez a magyar televízió kettes programja, és a Welcome kiadó megbízásából készült videoboxos szinkron volt. Tehát ahogy egyébként megyünk előre az időbe azért látható, hogy hogy azért ö, ö, vannak benne olyan ö, ö, nevek, akik egyébként ma már például nem is vállalnának ilyet, meg nagy nevek, de akkor ez csak egy szinkron volt. tehát Nem azért szinkronizál benne csűrös karola, mert csűrös karola, csűrös karola, hanem azért, mert ez egy 13 óra 50-kor a négyes es műteremben fölmondom a, a kalámbót. Tehát, hogy körülbelül, ennyi. És még egy dolog eszembe jutott azzal kapcsolatban, amit a arról mondtál Áron, hogy, hogy a játékuk, vagy a szinkron talán ez esetben picit visszafogta a szereplőket. Arra meg azt tudom elmondani, hogy ez, ez ugye az az időszak volt, amikor némába szinkronizáltak. Uh -huh. Én azt gondolom, hogy az nagyon sokat segít a, a szinkronnak, legyen manapság az bármilyen minőségű, erről most nem akarom kinyitni ezt a vonalat, de azt, hogy én hallom a fülembe és, és ugyanazt próbálom hozni, hallom, ha igazán dühös a hangja, hallom, az azért az képen nem ugyanaz. Én szerintem ez is például egy néhányszor hátrány, vagy, vagy, vagy esetleg bizonyos szituációkban egy rosszul, a csillagok állása éppen nem úgy jön ki, hogy az egy ö, olyan szinkron vagy egy, ö, szinkron, vagy egy sorozatban egy olyan jelenet, szinkronizált jelenet legyen, ami, ami tényleg úgy ül, mint az, mint az eredeti. Na most, hogy eleget szorongattátok a nyakamat, hogy a szinkron bántoltátok, ezért most én a képi világból beszólnék egy kicsit, mert volt, tehát ugye Steven Spielberg kamera, stb. voltak jó, viszont volt egy, egy, egy borzasztóan zavaró rész, amikor a, a Kennek a házában voltak a kalambóval, és ott annyira borzasztó volt a megvilágítás, tehát annyira erősek voltak a, a lámpák fényei annyira irreális volt az egész, hogy azt érezted, hogy a nappal helyett egy konkrétan egy stúdióban vagy. Akkora árnyékuk volt, és olyan hülye helyről jöttek a fények, hogy te egyszerűen megürlök, hogy hogy lehetett ezt így világítani. Az, csak az a jelent, az ilyen szempontból számára borzasztó volt, túl volt világítva, értelmetlenül és indokolatlanul. Ha már ken, meg világítás, akkor szerintem lehet, hogy az ezelőtt az epizód előtt le kellett volna brancsolni a Barbie filmnek a forgalmazójával egy kis termékelhelyezést fizethettek volna itt, ha sokat emlegetjük a Kent. Volt egy bizonyos jelenet, amikor kijönnek Kalambóval a Ken házából, mi a, pont azelőtt a rész előtt, amikor Ken elutazik Szent Diego felé, hogy hát megölje Lili. Viszi a két darab pesgőt, ugye? Ez viszi az. a két darab, pezsgőt, pontosan, viszi a két darab pezsgőt, és ugye hát Kalambó szokás szerint utána szalad, mert várunk nicht. Ken beül az autóba, elhajt, és a képernyő jobb alsó sarkában én felvedeztem egy kopott szürke jellegű kasznit. És úgy reménykedtem, hogy vaj megjelenik ékálámból e. legendás autója. Akkor még nem, jelen, nem láttuk teljes egészében, de éreztem, hogy az az egyrészt, mert borzasztó penetre volt a fényezése, főleg a, a fényes alak. Kettő, meg hogy az utolsó snitben, mintha rátámaszkodott volna Peter Falk vagy Kálabó. És aztán viszont később megjelenik. Tehát ez az a rész, ahol bármilyen különösebb ö, ö, szerepet nem kap ez az autó, de már látjuk ezt a ütött kopott izét, de még persze nem, még nincs kialakítva az, hogy ennek mindig el kell rohadnia, meg füstöl, meg mi a hangja van, de megjelenik. Egy újabb kalambó elem. Azért oda odabámpingolta, tehát amikor megjelent az autó, akkor konkrétan valami kövön keresztül állt meg a parkolóba, és még a szinkronban is benne hagyták a hangját, hogy odakoccolja az autót, és, és így bámpingol egyet az autó. Én imádtam ezt, ezt benne. De a sztori az visszatérve, nekem ez a, ugye a Lili ügye, hogy most megöli, nem öli meg, ez kicsit ment, bár ugye lehetett sejteni egy időt, hogy meg fogja ölni, de ugye, amikor bekerült egyetlen a nő a képbe, hogy hát ő látta bizony, hogy nem egyedül utazott, akkor, akkor mindig szoktunk beszélni, hogy ki a gyenge pont az adott szituációban. Az első részben is mindig volt gyenge pont, és itt én azt éreztem, hogy a nő lesz a gyenge pont, uh -huh. ha életbe a hagyja és aztán kiderült, hogy megöli, de utána meg emiatt lett gyenge pont. Tehát ez a nő neki mindenhogy gyenge pont volt. Az, hogy megölte, nem nyert, mert ugye szarul intézte a gyilkosságot. Figyeljetek, nektek nem volt egy olyan érzésetek, amikor azt mondta Lili, ugye, és megzsarolta, hogy mennyi pénzt kér, hogy ő, hogy ő 15 ezer dollárt kér az írótól annak érdekében, hogy tartsa a száját. Nem volt egy olyan érzésetek, hogy 15 ezer dollár, és így ide rakja a kis a, a, a szájához? és ez is egy olyan, amit egyébként nem értek, hát ő, ha egy fűszeres boltot visz, lehet, hogy a saját zsebében nincs sok pénze, de mit forgalom, mint forgalom, mint, éves árbevétel. De ez egy kis bolt, nagyon. Nem, hát ez egy weekend Tú, környéken. Itt, most, itt most, itt, itt most na nagyon, nagyon, nagyon gazdaság szemben nézed, itt, itt előnben a kapitalizmus. meg, megint kukacoskodom, nekem ez fura volt, mindesetre én kis ott láttam, hogy 15 dollárt igazad, kér. van, hogy egy bolt tulajdonosnak, főleg, hogyha ő egyeduralkodó, tehát monopól helyzetben van az adott környéken több pénze kéne, hogy legyen papíron. 40 millió forint értékben, körülbelül 37 millió forint mai áron. Az írók azért gondolnak erre, mert elmondja, hogy azért nekem ez sok pénz. Egyébként meg motiválhatta az is például, hogy szerelmes volt bele, úgy gondolt, hogy a kellőképpen alacsony összeget mond, akkor összebratyéznak, és hát végül is az ő szemszögéből így is történt. Igen. De ez az azért nagyon jó volt, hogy nem mert beszállni a csónakba önszántából. Tehát okosabb, okosabb gyenge láncem volt, mint eddig megszoktuk. Igen, csak a gyenge látszemet úgy értettem, hogy ha ne talán hozzá is eljut a kihallgatás, akkor ő könnyen megdőlhetett volna. Szerintem nem lett volna a gyenge látszem, Ken egy hibát követett el, Sokat. ugye, hogy lement a nyaralójába, amiről ugye, amit elmondott a Kalambónak is, azért, hogy ugye ott átadja a pénzt a csajnál, és akkor a Lilit ugye kinyírja. Így a Kalambó ugye oda ment hozzá. Én ezt a hibát követte el, mert így azért a, a Lili gyilkosságát, vagy vízbeesését azért a Kalambó Egyértelműen hozzá tudta kapcsolni ez, ez az ügyhöz. Tehát azért elég gyanús volt, hogy megtalálta a személyes ajánlást, meg ilyeneket, amit soha nem talált volna meg, ha egyébként a csávó nem, nem ott lent van, hanem egy lejön, megöli a nőt, és hazamegy. És a Kánaban nem tud erről semmit. Igen, mert ugye volt az a rész, hogy felhívta őt éjszaka, és nem vette föl, hogy meg fogja lepni. Mondjuk azt, hogy éjszaka nem veszem fel a telefont, szerintem ez igazából nem jelent semmit, mert minek hívsz, de ez most mindegy. Kihúztam a telefont, nem akartam, hogy beszéljünk, hiszen ott volt Hadnagy úr, hogy hivogattak a riporterek, még mindig. Tehát van. nekem ez bullshit volt, amit te mondasz, ebben sokkal több a ráció, úgyhogy most adok egy pontot. Gergő, ahogy mondtad, igen, tehát Ken, a gyilkosunk sok apró hibát követett el. Az is egy ilyen hiba volt, hogy kiveszi a bankból a 15 ezer dollárt, egy nappal később visszarakja, vajon miért, mi ez az egész dolog. Ugye ezek mind olyanok, amik a kalambónak feltűnnek, és összeállnak egy, egy képé, hogy akkor itt tulajdonképpen mi lehetett a háttérbe, de ezek egyike sem hard evidence egyike sem biztos talajon álló bizonyíték és Amerikában azt jól tudjuk hogy ott egy esküdszéki törvénykezési gyakorlat van, tehát nem egy bíróság háromfős vagy ötfős bírói tanácsa az, ami, ami dönt az ügyről, hanem egy eskütszék van, és az esküteket meg kell győzni, és így nagyon jól tudja mind a kettő fél. Ez egyébként el is hangzik a végén, amikor összecsap a két, két karakterünk, a két fő karakterünk, hogy se tudod meggyőzni a, a, bíróságot az, ezekkel az ilyen közvetett okoskodó bizonyítékokkal. És itt jön a végén Ilyen, hogy én nem értem, hogy miért tört meg. Azon túl le kell zárni a tévéfilmet. Én el fogom mondani, mert nekem van egy tippem, csak én előtte szeretnék még fej. Ugye beszéltük, hogy sok hibát követett el. A gyilkosságot úgy követte Lilivel Szabori, hogy fejbevágta az egyik üvegpesgővel. És amikor kivitte a csónakázni már a holttestető bedobja, akkor mutatta is a kamera, hogy viszi magával a két üvegpesgőt, amit szintén bedobott a vízbe. Azt a két üvegpesgőt, amit Kalánból látott nála délután. És én azt gondoltam volna, hogy ez egy olyan bizonyíték lesz, amivel lehet valamit kezdeni. Most őszintén, ha ti megöltök valakit egy üveggel, akkor nem széttöritek az egészet szilánkokkal a francba és kidobjátok, hanem fogjátok egybe. Úgy, hogy még a rendőr, aki náltak ott fel is hívja rá a figyelmet, hogy láttam, és bedobjátok a tóba a holtest mellé. Tehát nem szered össze a kupakot, tehát az ott marad a, a csajnál. Azért, mert itt ez a, ez a, gyilkos, ez az magát intelligensnek tartó gyilkos, a magas lón, lovon volt végig, és úgy gondolta, hogy ő akkora krimi tehetség, hogy, hogy, ezeket, szóval, hogy hiszen, ezt mondom, hogy én így gondolom azt, hogy hát, hát hadnagy úr, hát nem látja, hát ez gengszerügy. tehát, hogy, hogy, én így értem ezt a dolgot, hogy egyszerűen annyira lenézte, annyira, annyira azt gondolta, hogy hát ha hülye olvasói beveszik, akkor majd beveszik, beveszi a kalámból, és most nem tudom máshogy mondani, az ő nézőpontjából ő biztos így gondolta. Hát ezt már Miss Marple vagy hogy hívták ott, Mindváig vagy nem tudom, hogy hívták a nőcit. Már régen... <laughs> Mrs. Melville. Mrs. Melville már rég megoldotta volna. De ez az alázás. Viszont javítsatok ki, ha tévedek, de nekem még, mielőtt még, még, még a Kalambóval egyet, Kalambó egyetértett volna velem, tehát pont úgy azt fogalmazódott meg bennem, és szerintem ez lehet, is szándékosan így csinálták az írók, hogy ez átjöjjön, hogy tényleg azt éreztették veled, hogy az első gyilkosság, az tényleg úgy életes, Tehát azt nem nagyon tudod megfogni. Mert hihetsz azt, meg telefonhívás, de mindenre volt egy nagyon jó, racionális magyarázat. Az összes több, mint felhozott, az a nettó bújsít. És ez jött le nekem, hogy az első gyilkosság az tényleg tökéletes bizonyos szempontból. Csak ő hitte azt, aztán jött Kálámból, aki rávilágított, hogy basszus, hát annyi a hiba benne, mint. De az mint... elsőben nem. A másodikban. Az elsőben is volt egy csomó hiba. Ha nem tudta volna megfogni. Ha nem követi el a második gyilkosságot, nincs, nem fogja meg a büdös életben. Tehát valójában meg nem tudta, igazából nem tudta megfogni. De a gyanút, de a, akkor úgy mondom, hogy a Calámbó, akkor úgy mondom, hogy tudtam, csak nem sejtettem. Az első rész, az első gyilkosság után valószínűleg sejtette, hogy, a, hogy ő a gyilkos. Hát egyértelmű. De a második gyilkosságnál gyakorlatilag oké, hogy esküdszék előtt nem állt meg, de de onnantól fogva, ami ott történt, az annyira, annyira nyilvánvalóan uh, ráterelte a nyomozó figyelmét, oké, eddig is rajta volt, vitathatatlan. De én azt éreztem, hogy, hogy itt ezt elcseszte öreg. Tehát az elsőt még kievickelted volna, oké, okay, Kalambó nyilván nem, de én abszolút azt éreztem, mert jó volt. De a második annyira gagyi volt, és annyira szar, annyira átgondolatlan, pontatlan a pesgős dugó, egyszerűen borzalom. Tehát a pénz, az egész annyira átlátszó volt, hogy tényleg szörnyű, és az a vicc, hogy később Kalambó pontosan ugyanezt mondja, hogy az első az igazából tökéletes, tök jó, a második viszont egy félc munka. És azt mondom, hogy most akkor vagy én vagyok ilyen nagyon okos, nyilván nem, vagy egyszerűen jól átadták ezt a sztorit, hogy te is ugyanazt érezd. És nekem ez így jött át, de akkor lehet, hogy nem mindenkinek, ez a vitatózzunk erről. Azt, azt érzem, hogy lassan rákanyarodunk a végére, és a lezárásra, és nem tudtam hol beszúrni, akkor most beszúrnám azt, Végig végigvettük már a színészeket, sőt, arról is beszéltünk, hogy a cassidy játszó, vagy, bocsánat, a Cassidy nevű színész a, 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 meghalt viszonylag fiatalon 49 évesen, aki a, a Lili, aki a fűszeresnő, vagy fűszerésznő, vagy nem tudom, hogy kezd mondani, ő is meghalt, 36 évesen halt meg, ezután nem sokkal, az történt, hogy ugye játszott ilyen filmekben, TV filmekben, mint amilyen ez a Kalambó is, és közben járt ü, színész órákra, és az egyik színész óráról kijött, egy kollégával beszélgettek, mentek ki az autóhoz, a parkolóhoz, ahol agyonlőtték őket ü, ü, hely, valakik, nem, nem tudni, hogy kik, Azonnal meghalt a, a színésznő, a, akinek a neve is hangozna el, Barbara Colby. Tehát a színésznő ott azonnal meghalt. A, a kollega, a színész kollega még annyit túlélt, hogy el tudta mondani a rendőröknek, hogy mit látott, de ő utána belehalt a sírülésébe, és azon, azóta sincsenek meg a gyilkosai. Azért nagyon durva, hogy itt most be, két, szereplő milyen korán és milyen hülyén halt igen, meg. Igen, szörnyű. Értelmetlenül, bár minden szörnyű. halál az, de értitek, hogy értem. Viszont úgy is mondták, hogy rákajorodok a végére. Egy, egy, mondatot szeretnék kiemelni, amikor már ugye Kalambó már gyakorlatilag szembesíti, hogy te, te vagy egy gyilkos, és ugye közli vele, hogy hát te nem is írtál életedben soha, ugye amikor már közni vele, hogy ne is jázd a bazári majmot, hogy ez a sztorihoz vagy bármihez között van, és ez a, ez, a, ez a, mondat, tehát ezt felolvasom, ezt szó szerint, hogy mondta a Kalambó, hogy Mrs. ferris tudom, hogy maga nem sok pusztítást tett a papírban. <laughs> Figyelj, ig igazából végig volt egy-két ilyen, ilyen vicces gyilkolásra utaló kiszólás, én nem tudom, hogy az eredetiben benne volt-e, a magyar szinkronban benne voltak ilyenek, elpusztítani a pesgőt, meg szóval voltak ilyenek így végig. Amit beszéltünk, vagy te is mondtál Áron, hogy, hogy úgy kicsit üresnek érzem, én is üresnek éreztem egyébként, pont ugyanezt éreztem, hogy kicsit vegyes érzéseim vannak, mert tele voltunk közvetett bizonyítékokkal, ugye Kalámból felsorol egy csomó mindent, aminek egy csomónak semmi értelme nincs, vagy tényleg olyan közvetett, hogy oké, okay. és hogy de mégis Gyakorlatilag annyi történt, hogy megadta magát a gyilkos, mert ugye kiderült, ő a Kalambo azt feltételezte, hogy ez a gyilkosság az első, ami a kvázi a tökéletes gyilkosság, az nem is az ő ötlete, nem is, hanem ez gyakorlatilag a Jim barátja találta ki, mert hogy megtalálta az egyik jegyzetei között pontosan ugyanezt a sztorit és szembesítette, hogy te nem is vagy író, tehát lemásoltad a, 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 pajtásodnak az ötletét, kinyírtad vele, majd utána jött a második, ugye a, a Lili megölés, az meg egy fos volt, na az volt te. <laughs> és szerintem itt jön az, amiről beszéltünk végig, hogy ez, ő is egy ilyen egoista, az, ego, az, egóját piszkálta fel. És ezért utána majd bemész a börtönbe életfogytiglannal, mert fölcseszték az egódat. Tehát én azt láttam ezen az emberen, hogy őt annyira felcseszték ezzel, annyira felpiszkálta Kalámból az egóját, hogy kvázi lehűjészte, holott az ő mesterterve volt a mesterterv, hogy ne cseszél már föl, mi az, hogy mi az, hogy én, az, ez nem volt jó, Dehogy nem volt jó, hát az én ötletem volt hülye gyerek. Egy ötletem volt összesen jó. Tehát, hogy én azt éreztem, hogy Kálámbó úgy szerzett bizonyítékot, hogy egy darab bizonyítéka nem volt, hanem rá, meglovagolta a karakter. Milyen bizonyítékot szerzett? A, 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 vallomást. Az egy aláírt, a rendőrségen tett, ügyvéd jelenlétében, a jogait ismertetve. Ezt soha nem látjuk. igen, mert mi addig a pontig látjuk, amíg, le amíg tartóztatják. Mi csak addig látjuk. Tehát itt itt is csak azt arra akarok rá célozni, hogy azért, mert mi nézők azt láttuk, hogy ő megadja magát, utána... Rendben, kedves hallgatóink, Kalambó elviteti, elviteti a gyanúsítottat a rendőrségre, aki besétál, majd azt mondja, hogy nem emlékszem az elmúlt 10 percre. Igen, Kalambót pedig kirúgják. Igen. Meg, meg, eleve, hát a, még, a, még a vallomásomat is visszavonhat. Tiszta sor, teljesen igazad van, de tudod, hogy ez így működik. Csomó olyan eset van a Kalambó sorozatban, ahol valójában ez nem állna meg egy Bíróságon, vagy legalábbis még a nyomozati ügyet jobban kéne folytatni, vagy azzal nincs semmi garancia, hogy azért, mert mondjuk ilyen esetben egy kicsit kalámba betöri a gyilkost, úgy később is kitart és vallomást tesz maga ellen a gyilkost. Tehát csak ennyi. Vitán felül igazad van ebben. Ő, hogy soha, nagyon kevés az, amikor tényleg olyan ekte, közvetlen új, de bizonyíték van. 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 ahol nagyon kevés van, van, ahol több. Én itt csak azt akartam ezzel sugalni, hogy ő gyakorlatilag a, 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 semmi bizonyítékával csak kiszedett egy vallomást. Amit persze később vissza lehet vonni, de hát ez egy film. Igen, és pont ez a lényege, tehát hogy am amúgy is az a lényeg, hogy ameddig tartott Kalambó és a gyilkos szemtől szemben, és Kalambó felülkeregedik. Megtalálta a gyenge pontját az elkövetőnek, ami az egója. Ego Miatt beismert valamit, amit igazából rohatú soha az életben nem kellett volna beismerni, mert Kálámbanak nem volt bizonyítéka. Kálámbó gyilkosok, az elkövetők sokszor ilyen artistikus, ilyen elcseszett személyiségek, ő is az. Ez egy eléggé egyenes vonalú rész volt, azon túlmenően, hogy jól kidolgozott gyilkosságot látunk az elején, és utána a második gyilkosság pedig egy nagyon rosszul kidolgozott, erről beszéltünk, de alapvetően ez egy elég egyenes vonalú, egyen karakterekről, sőt, hát kvázi visszatérő, arhetipikus karakterekkel operáló, operáló rész volt. Többek között ez is volt az az oka, ami miatt én azt mondom, hogy nekem ez nem annyira jött be, a színész játék sem, szóval egy csomó minden bajom volt vele. Ugyanakkor azt el kell mondanom, hogy a Peter Falk, tehát aki a kalambót játszó színész, az ugye erről, ez, erről, erről beszéltünk, hogy, hogy, most ő már tökéletesen kállámbó, de hogy annyira, hogy, hogy, én valami melegséget látok a, a TV képernyőn, hogy bejön, sertepertél, nagyon emberi, kedves, Egyébként lehet, hogy még őt meg is hívnám, hogy főzzen a konyhámba. Hát tulajdonképpen egy is szerencsétlen. Tényleg megértem, hogy, hogy ez mitől lett ennyire sikeres, mert nekem is belopja a szívembe a Kalambó, a, 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 Peter Folk a játékával Kalambót az én szívembe. Szóval, hogy, hogy, hogy nekem ez, nekem ez, tehát, hogy, ilyen értelemben jó volt nézni, függetlenül attól, hogy a részt nem tartom olyan túl sokra. Menjünk rá az értékelésekre röviden. Krimiként nekem ez ilyen, hát, Öt, öt, pontot adok rá, és kalambonként négy pontot adok rá. Tehát nekem ez ideig a legrosszabb a három rész közül. Csak ismételni tudom magamat, lehet, hogy szinkron nélkül eredeti hanggal jobban tetszel, nem tudom. Krimi az öt, nekem több lett volna eredetileg. A második gyilkosság annyira felcseszte az agyamat, tehát nekem annyira nagy a kontraszt az első tökéletes megtervezés a második szarsága között, hogy tehát, ez, 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 emiatt nem, emiatt kicsit gyengének éreztem. Ha a második gyilkosság nincs, akkor sokkal többet adtam volna, mert szerintem azt az, az kíváncsi lettem volna, kíváncsi lettem volna, hogy azt hogy göngyölítik fel. Valószínűleg, lehet, hogy, nem tudom. Mint rész nem tudom én, hat és fél. Mert nekem a nekem amúgy tetszett, a, a Lili néha idegesített, meg a, meg a második gyilkosság nem tetszett, de az viszont nagyon tetszett, hogy itt már tényleg Kalambó volt a Kállámbó. Tehát ahogy te is mondtad, Cuki volt, Sertepertél volt, Simi Simi, mond neki Legulán, tehát ez, ez, már így, így tip-top volt. Mennyit adtam volt, Karl? <laughs> Ezek nem tudja, van kókál neki. Kettes és három. Kettest azt, mint, mint, mint krimi, krimi, ugye? Úgy adtam a kisebb pontszámot. Kettő, kettő mint krimi, három, mint kalambó. Szerintem, mint krimi epizód, szerintem mondjuk egy négyes, és mint egy kalambó epizód, egy ötös. Én azt gondolom, lesz még ennél jobb. De nekem ez jobban tetszett, mint az eddigiek. Szerettem volna már rádiónézni gyerekeknek rögtön így felvázolni, hogy te vagy a szigorú szemétláda, áron a, a középút. <laughs> én meg a vajszívű. És ehhez képest most tök közel értékeltél hozzá, úgyhogy... Ha a kedves hallgatók kíváncsiak a legközelebbi értékelésünkre is, akkor csak még egy kérdés, a Kalambó Podcast következő része szeptember 25-én jelenik meg, az aktuális részben pedig a féli arra gyanakszik, hogy a felesége megcsalja őt, ezért magándetektívet bérel fel, hogy kövesse őt, a detektív azonban aljas módon kettős játszmába kezd. Amikor ugyanis kiderül, hogy a nőnek valóban szeretője van, a nyomozó úgy dönt, zsarolni kezdi. Ám a feles a feleség elhatározza, hogy mindent beval férjének, így a detektív végzetes lépésre szállja el magát. Kubatovics Áron, Gizur Gergő és valamennyi munkatársam nevében köszönöm a megtisztelő figyelmet. További kellemes podcast hallgatást kívánok, és ne felejtjétek, ez a formátum annyira tökéletes, hogy kép sem kell hozzá. Sziasztok! Sziasztok! Nem volt elég a tudományból és a fantasztikumból? Olvasd a parallaxis.emtv.hu, lájkold a Facebook oldalunkat, nézd a YouTube csatornánkat, és hallgassd a Szokol a Tilos Rádióban. A Tudományos Újságíró Klubja és a Tudományos ismeretterjesztő Társulat által a Juhari Zsuzsanna díj külön díjával jutalmazott blog podcastjét az MD Media készítette. Kreatív producer Horváth Ádám Tamás. Hamarosan jön a következő rész.